Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban versekről, irodalmi közösségekről, a Vörösmarty Társaságról, a határon túli irodalomról, a várról, nagyon-nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, költőként, a Láncösszegfű Alapítvány vezetőjeként is köszönhetlek. Köszönöm a meghívást. Mindenek előtt, hiszen verset ígértem, nézzünk meg egy Pilinszky verset, ki mástól, mint Bobori Zoltántól. Pilinszky János, harmadnapon. És fölzúgnak hamuszín egek, hajnal felé rávezbrükki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit, tertia die. Nos, az Úr mennybe menetelének napja után néhány nappal ez a Pilinszky vers ide tartozott, és hát igen, az újjászületésről is kell, hogy beszéljünk ma, mégpedig azért, mert azt hiszem, hogy ez a karantén megviselte az irodalmi közösségeket is. Persze verset lehet írni, viszont azt nagyon is jól tudjuk, hogy a Vörösmarty Társaság programjai nélkül nehéz dolgunk volt ebben az időszakban. Kezdjük a Vörösmarty Társasággal, aztán folytatjuk ezzel a karanténversek 2020 tavasz Bobori Zoltántól, de előbb egy kicsit essünk neki a Vörösmarty Társaság elmaradt programjainak, hiszen van nyilvánvaló olyan, ami pótolható, és van, ami sajnos már nem. Hát a nehéz időszakot éltünk, és nem mondhatom azt, hogy túl sok optimizmussal és nagy várakozással tekinthetünk a közeljövő elé, tehát el kell fogadnunk ezt a helyzetet, és az egész állapotot, ami most körülvesz minket. Én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy ez egy ilyen nemzetpróbáló időszak, amihez gondolom, hogy mindenkinek türelemmel és megértéssel kell hozzáállnia és viszonyulnia. Ezt tesszük mi, és hát természetesen nagyon sajnálom azokat a rendezvényeket, amiket nem tudtunk az elmúlt hónapokban megvalósítani, már csak azért is, mert a tagság szintén nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy nem találkozhatunk hetente kétszer, háromszor vagy négyszer, de hát túl vagyunk most már, azt hiszem, hogy a nehezén jönnek a nyári hónapok, amikor egyébként is kevesebb rendezvénye van a Vörösmarty Társaságnak, és aztán hát ősszel a lehetőségekhez mérten mindent meg fogunk tenni. Nem telnek a napok most sem azért haszontalanul és munkanélkül. Dolgozunk, amennyire a körülmények megengedik és a lehetőségek megengedik, és hát persze, hát örömök is érnek minket még ebben a helyzetben is. Sokat köszönhetünk a Magyar Írószövetségnek és az előretolt helyőrség szerkesztőségének, hiszen pályázatokat írtak ki író, költőíró embereknek, és hát azt hiszem, hogy a társaság szinte minden tagja pályázott erre, ami a karanténban írt versek születését jelentette. Hát tulajdonképpen ez adta nekem is az ötletet, hogy az utóbbi időben megírt verseimet egy ilyen kis leporellóban megjelentessem. Igen, vágjunk bele. Én először hadd mondjak el, én egyet fákat ültettem. Azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos fát ültetni a jelen időszakban is. Hajnalban újra fákat ültettem, életfriss, törékeny csemetéket. Tudtam, simogatni is kell őket, ne csak nedvük, lelkük is legyen. A reggel harmatával letérdelt elébük, kérve a természetet, viselje gondjukat, hisz gazdájuk álmodott jövőnek szánta őket. Estére a papíron a szavak, mint frissen ültetett fák a vizet,
megköszönték csendben életüket, és elindultak a hegyek felé. Kedves Lajos, hogyha már itt az újjászületésről van szó, akkor engedd meg nekem, hogy a Resurrectio című versemet felolvassam. Ebben a tavaszi feltámadásban, mint reflektorfényben a kacér dívák, úgy parádéznak a virágba boruló fák. Sejemruhában, színes legyezővel kezükben, ringó csipejük, vérpesdító üzenet, ölej tavasz. A tél éjszakai álmait madárhangok űzik el, hogy átadják helyüket az érosz hajnali, vad dobzódásának énekének, a megtermékenyített világ örömódájának, amiben Isten és ember egybe kelnek. Igen, hát ez is egyfajta üzenet, nyilvánvaló. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik megszenvedtük ezt az időszakot a közösségek nélkül, és itt az irodalom közösségekre is gondolok, de bármely más közösségre, hiszen aki hozzászokott a barátsághoz, azokhoz a szavakhoz, amelyek előre visznek ebben a felgyorsult világban, ez hiányzik. Viszont a karanténversek nagyon jól sikerültek, mondom én, annál is inkább, hiszen az előretolt helyőrség mellékletet a hírlap mellékleteként mi is olvashatjuk, és én is felfigyeltem rá, hogy bizony most már, hála Istennek teszem hozzá, Vörösmarty Társaság költői is egyre gyakrabban jelentkeznek ebben a mellékletben. A te karanténverseidben, a Leporellóban, amit már mutattam, majd rövidesen gondolom elérhetőek lesznek, mert érdemes elolvasni őket. Viszont, ha már verseknél tartunk, és a Vörösmarty Társaság tagjainál, egy örömhírről számoltál be az elmúlt időszakban, mégpedig úgy, hogy egy olyan antológiával jelentkeztek, amely a Vörösmarty Társaság jeles költőinek műveit, ha úgy tetszik, teljes körűen be tudja mutatni. Hogy áll ez? Honnét jött a gondolat, és hogy sikerült ezt megvalósítani? Hát az elmúlt 10 évben már ez a harmadik antológia, amit kiadunk, a Vörösmarty Társaság költőinek a verseit tartalmazó antológia. 3 éve jelent meg a második kötet, úgyhogy most itt volt az ideje. Annak ellenére mondom ezt, hogy a könyv kiadásának a feltételei még kérdésesek, éppen az anyagi helyzet miatt. Ezért arra kértem a kollégáimat, költőtársaimat, hogy járuljon mindenki hozzá, aki ebben az antológiában szerepel. Úgyhogy a nyomdai előkészítés az készül, hamarosan el fog készülni, nyomdakész állapotban lesz az anyag. Hát itt most, mint minden esetben, itt a nagy kérdés, hogy meg lesznek-e a feltételei, hogy ezt kiadjuk. De én nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog. A Vörösmarty Társaság egyébként is arról híres, hiszen szíved fölött viseled a sorsát, most ebben a pólóban is, hogy azért mindig mindent megtesz azért, hogy a költőtársak publikációhoz juthassanak. Ki mindenki szerepel ebben a kötetben? Hát lehet, hogy valakit kihagyok, akkor bocsánatot kérek érte, de Balajti Ferenc, Bartal Klári, jó magam, most próbálom betűrendben, Gál Csaba, Gáldi Zoltán, László Zsolt, Péma Klári Éva, Pálfalvi András, Prax Levente. Na, azért mondom, hogy jó, most... Világos, tehát a fiatalok is szóhoz jutnak itt. A fiatalok is, igen, és aztán itt mondom is, hogy Hadi Nikolett. Tehát mindenki tulajdonképpen, aki méltó arra, hogy egy ilyen antológiában szerepeljen, az benne van. Egyébként nehéz egy ilyen antológiát megszerkeszteni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy vannak sokat író költőink a Vörösmarty Társaságban is, és van, aki nagyon-nagyon ritkán ül neki, és inkább az átgondolt versírás hozadékát hozza nyilvánosságra. Hát nehéz, de közben eszembe jutott, hogy például természetesen Sajtos Lajos benne van, Szegedi Kovács, vagy Koch Imre, és akkor talán mindenkit említettem. Hát ez nem könnyű, hát ez teljesen egyértelmű, hogy nem könnyű feladat, és nem minden felelősség nélküli feladat egy ilyen
antológiát létrehozni, kiválogatni a verseket, ami természetesen úgy, mint a költészet, egy teljesen szubjektív dolog, a szerkesztő felelőssége, és hát tulajdonképpen a szerkesztő szubjektivitása van ebben benne. Egyet biztosan mondhatok, legjobb szívvel mondom, hogy egy nagyon színvonalas antológia lesz. Minden költő a terveim szerint 5 verssel szerepel benne, tehát valamivel vaskosabb antológia lesz, mint az előző 2. Lesz miből válogatni a vers kedvelőknek és a vers szeretőknek, és hát nagyon bízom benne, hogy jó nyersanyagot ad a versmondóknak. És itt elsősorban a versünnepes fiatalokra gondolok, akiknek folyton mondogatjuk, hogy a kortárs magyar költészet alkotásaihoz kell nyúlni, és népszerűsíteni a kortárs, és hát különösen a fehérvári költőket és költészetet. Annál is inkább, hiszen ha már a versünnepnél tartunk, akkor fájdalmasan hiányzik nekünk a döntő, hiszen erről már beszéltünk, hiszen ebben az esztendőben is rendkívül sok tehetséges fiatal mutatta meg, hogy 21. században is lehet verset mondani jól. Tehát akkor ez tervben van, hogy az antológia verseit a fiatal tehetségesek, a versünnepesek közvetítik majd. Rendben van. Viszont hadd kérdezzek már rá, mert ez mindig is érdekelt. Ugye a versírásról azt mondják, a kívülállók természetesen, hogy elég hozzá egy papírtól, illetve hát most már tablet és így tovább. De azt hiszem, hogy ebben az időszakban megviseli a költőket is az a fajta magány, ami azt hiszem, hogy rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Hát most itt a saját érzéseimre és tapasztalataimra hagyatkozhatnék, de van más is. Beszéltem költőtársaimmal, és nem csak hazaiakkal, hanem az ország különböző pontján élő költőtársaimmal. Van, akinek ez jót tett, ez a magány, ez a bezártság, és sok verset írt. Valaki viszont azt mondta nekem, éppen a napokban beszéltem egy költőbarátommal, hogy ő leblokkolt ebben a helyzetben. Hát én nekem sem egy könnyen most a versírás. Valószínűleg, hogy az embert ezek a fájdalmas események és ez a fájdalmas időszak megterheli úgy, hogy nehezebben tudja a gondolatait itt ennyire összesűríteni és összegezni. Hát különbözőképpen viszonyulunk ehhez. Abban azért biztos vagyok, említettem már, hogy a Magyar Író Szövetség segített nekünk, abban biztos vagyok, hogy nagyon sok vers látott most napvilágot ebben az időszakban. Hála jó Isten! Essék szó, hogy elmaradt rendezvényről a határon túli irodalom napjai. Azt hiszem, hogy ez különösen fájdalmas bizonyos értelemben. Hát akkor, hogyha nem tudjuk megvalósítani. Nem lehet, igen. Én nagyon bízom abban, hogy valami megoldás születik, hogy a feltételek talán meglehetnek, mindent feltételes módban, és mindent csak úgy, hogy nagyon szeretnénk. Amennyiben nem tudjuk megteremteni ezeket a bizonyos feltételeket, és nem lesznek meg a lehetőségek, akkor már beszéltem is néhány határon túli barátommal, hogy küldjenek nekünk írásos anyagot, amit esetleg itt elmondanának előadás vagy hozzászólás formájában, és ebből mi csinálunk tulajdonképpen egy élő folyóiratot itt a fehérvári költők, írók, előadók elmondanák, hogy felolvasnák ezeket az írásokat, amennyiben nem lesz határon túli magyar irodalom napjai. De valamiképpen ezt a folyamatot nem szabad hagyni. Főleg ebben az esztendőben, hiszen kell, hogy szó essék Trianonról, a 100. évfordulóról, a megemlékezés sorozatról, mert azt hiszem, hogy nagyon sok költőt izgat ez, abban az értelemben mondom ezt a szót, ami nem igazán ideillik, hogy tudjuk-e méltóan köszönteni ezt az emlék évet, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos. Hát nagyon fontos, és nagyon szomorú az, hogy
most tulajdonképpen egy ilyen gátja van ennek a kötelező megemlékezésnek, és gátja van azoknak az érzéseknek, annak a fájdalomnak, amit számunkra Trianon jelent. Ezért én is gondoltam arra, hogy a Vörösmarty Társaság és az Öreghegyi Plébánia Tornyai Gábor atyával, és természetesen a városvezetők támogatásával a Máriavölgyi Mária szobornál egy megemlékezést tartunk 4-én. A pontos időpontról még nem tudok, mert hogy nagyon, több olyan nagy rendezvény van, amivel nem akarom, hogy összeessék ez a öreghegyieknek a Mária szobornál egy igazán szép, méltóságos megemlékezést, és hogy ott egy kicsit imádkozhassunk Magyarországért, és ott magunkban, vagy hangosan, vagy énekkel elmondhassuk a boldogasszony anyánknak, hogy segítsen minket. Az imént egy folyóiratról már beszéltünk, ami készülőben lesz a határon túliak kapcsán, viszont a várról is kell, hogy szó essék, mert a vár viszont állandó, és ez a miénk. Ugye nehezen, de megjelent az elmúlt időszakban. Mi lesz most a sorsa? Lajos, a társaimmal, a Vörösmarty Társaság tagjaival sokat beszélgettünk erről, és különböző félelmek is előkerültek a vár jövőjével kapcsolatban is, de nagyon-nagyon sok erőt adott nekem az, hogy a szerkesztők és a szerzők is azt mondták, hogy a várat meg kell tartani. Tehát igen, nyomdába van, vagy nyomdába kerül hamarosan a következő szám, a nyári szám. Az is előfordulhat, hogy összevont számok lesznek, a két számot összevonjuk. Ez kizárólag az anyagiaktól függ. De hát ez az időszak arra is jó nekem, hogy minden kapcsolatot, ami annyit jelent, hogy támogatást tudunk szerezni, ezt minden kapcsolatot én megpróbálok virágoztatni, és megpróbálok annyi pénzt szerezni, hogy ne legyen gond a vár megjelenésével. Nyilvánvaló a Vörösmarty Társaságot is sújtja a költségvetés helyzete, hiszen a pénzből készül az irodalmi folyóirat is. Van-e remény arra, hogy a költségvetés helye közel rendbe jöjjön? Hát ebben bizakodunk. Tehát ebben bizakodunk, és én abban is hiszek, és bízom benne, hogy a városvezetés Cserpakovics Andrással, aki mindig hangoztatja, hogy milyen fontos a városnak a Vörösmarty Társaság, és hogy a vár, hogy meg fogjuk találni közösen a megoldást és a lehetőségét annak, hogy ezután a nagyon nehezen viselhető, és még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy ilyen nemzetpróbáló időszak után egy békésebb időszak következik, és nem kell fél árbocra húzni a vár ormán az ászlót. Igen, most jön a nyár, ez egyébként is egy kicsit csendesebb bizonyos értelemben, bár az augusztus nyilvánvaló Székesfehérvár okán, Szent István ünnepe okán az mindig fontos időszak, viszont az őszi rendezvények valószínűleg már visszatérhet a régi kerékvágásba. Vannak-e újdonságok, illetve meg tudjátok-e valósítani azokat a terveiteket, amelyeket az esztendő elején meghatároztatok? Nézd, ezek a hetente rendszeres 3-4 rendezvényeket nem valószínű, hogy meg tudjuk oldani. Abban az esetben, hogyha például meghívott vendégeink, mondjuk Sárospatakról, azért mondom, mert Finta Évát hívtam meg tavasszal, és hát elmaradt ez a rendezvény, hogy vállalják-e, hogy eljönnek hozzánk honorárium nélkül, mert ezen múlik. És én bízom benne, hogy többen meg fogják érteni ezt a helyzetet, mert csak olyan rendezvényt tudunk szervezni, az ősze az biztos. De vannak terveink, amelyek úgy néz ki, hogy minimális költségvetéssel megvalósíthatók.
ilyen, hogy Bella István születésének a 80. évfordulója lesz, amit egy nagyon szép Bella összeállítással szeretnénk megünnepelni. Föltehetően Cserta Gáborral, P. Maklári Évával és ez a szokásos összeállításban. És hát nagyon készülünk Vörös Marti Mihály születésnapjára, december 1-ére. Ez is attól függ, hogy mit tudunk tenni, hogy milyen lehetőségeink lesznek, de azt merem állítani, merem mondani, hogy bármilyen szerény módon is, de méltó lesz a születésnapi megemlékezés. Egy kötetről, egy készülő kötetről, illetve egy álomról mindenképpen kell, hogy beszéljünk, kicsit megelőzzük. A 75. születésnapot fogod ünnepelni a következő esztendőben, és egy olyan kötettel készülsz, ami azt hiszem, hogy majd mindenki felkapra a fejét. Hát nem tudom, és szeretné az ember. Érdekes gondolat jutott eszembe néhány hónappal ezelőtt, mert nekem az egyik kedvenc műfajom a négy soros versek. És úgy gondoltam, hogy 75 négy soros verset fog, és 75 haikut fog ez a kötet tartalmazni, dolgozom rajta, hát erre is jó ez az időszak. Itt megint csak az a kérdés, hogy lesz-e lehetőség ezt kiadatni valakivel, vagy vállalják-e valaki? Biztos vagyok benne. No, hát zárjuk keretbe a történetünket, egy-egy verssel búcsúzunk, akkor kezdte, kérlek szépen. Találomra. A fa. Némelyik ága földig hajol, mások az ég felé nyújtózkodnak, akár anyjához kéreckedő gyermekmosoly. A friss lombon belül az ágak, mint szeretkezők, igyekeznek a fényre. Fészekrakásra hívják az énekes madarakat, legyen élet közöttünk. A törzsön az elváló kéreg alatt hangyák munkadalát véled. Lent gyászruhás gyökerek, napsugaras gyümölcsről álmodnak örök vágyakat. Most akkor én pedig stílszerűen egy ugye négy sorosokról, haikukról beszéltünk, egy új négy sorossal búcsúzom önöktől, kedves nézőink. Idejét múlt fogadkozások porosodnak bennünk, kerülgetjük egyszer volt szeretteink lábanyomát, amiből valaha madarak ittak és dalolták fel az ég felé megváltást remélő vágyainkat. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Viszontlátásra!